Szeretni valakit. Dr. Cire Szabolcs egyetemi tanár rövid eszmefuttatása a házasságról. Legyen egy ilyen kicsi templomos hangulatunk, és tudom, hogy már félnek, hogy na jó, megint egy paps, megint most kezdünk nekünk a Bibliát. De azért szeretnék egy pár dolgot mondani, mert azért a Biblia az egy hihetetlenül bölcs könyv. Én azt tanítom egyébként többek között az egyetemen. Az egy hihetetlenül bölcs könyv, és olyan dolgok vannak benne, hogy még önöknek is fog tetszeni. Például, azt olvassuk a Példabeszédek könyvében, hogy ha nincs tükör, tiszta ajászol, de a gazdag terméshez erős ökör, erős ökör kerálik. Most azt kérdik, hát ehhez meg miközben bármihez is. Az, hogyha nincs házasság, akkor tiszta ajászol. Akkor nagyon könnyű. De ha gazdag termést akarunk, akkor kell ahhoz ökör. És tudják, ha van ökör, akkor van ökörkaki is. És az ökörkakival foglalkozni kell, mert csak így lesz gazdag termés. Szóval, ha van házasság, azzal rettentő sok baj van. De ha nincs házasság, rosszabb. Csak meg kell tanulni, hogy hogy tartjuk tisztán a jászlat. A házasságnak meg vagyok győződve, hogy törvényszerűségei vannak. Az emberi kapcsolatoknak törvényszerűségei vannak. Enikő sokat mondta, hogy nagy meló, sokat kell dolgozni, igen. De tudni kell, hogy mi dolgozunk. Mert ha csak dolgozunk bolondul, nem biztos, hogy működni fog valami. Vannak törvényszerűségei a házasságnak. Ezeket a törvényszerűségeket kell megérteni, ahhoz, hogy működtetni tudjuk. Tudják, a romantika korából származik nekünk az a képzetünk, hogy valahol nekünk van egy lélektársunk, a nagy ő. Milyen így volt, mennyire hiszük ezt? Valahol van a 7 milliárd emberben egy nagy ő, aki nekem van teremtve. Ő pont az én puzzle-ömnek a másik fele. És ha én megtalálom és egymásra cuppanunk, ezt nevezzük szerelemnek, akkor az a hátralevő 62 esztendőre az úgy már kitart. Ezt nevezzük házasságnak. Megszerették egymást, házasság. Ezt a romantika kora hitett el velünk, hogy ez így van. A házasság az alapvetően nem erről szól. Nem erre van tervezve. Mondok egy-két gondolatot, hogy mire van tervezve. A házasságnak például a bibliai kifejezése, két fontos kifejezés van. Az egyik ugye az alapja a szeretet. A szeretetet mi úgy képzeljük el itt Európában, hogy szeretem a fagyit, szeretem ezt a filmet, szeretem ezt a nőt. Ez minden esetben azt jelenti, hogy ő nekem valamilyen örömet okoz, az nekem jó. Rólam szól ez a dolog. Ő nekem az a szerepe, én azért szeretem, mert ő nekem jó dolgokat okoz. Ugye? És akkor, mikor már nem okoz, mikor már nem izgalmas, amikor már nem szolgáltat nekem, hát akkor már nem szeretem. Hát hová jön el? A Biblia fogalom, az ahává, meg a szótől azt jelenti, hogy adni. Egy totálisan más koncepció. Szeretni valakit azt jelenti, hogy akarok adni neki. Mindenek előtt akarom adni magam. És egy házasság azt jelenti, hogy azt fogadjuk, hogy egy életen át akarok legjobb tudásom szerint adni neked. De egy teljesen más koncepció, nem arról szól, hogy mi a diákok örömet okozolta nekem, hanem egy olyan fajta elkötelezettség, hogy én adni akarok neked. A házasságnak magának a fogalma az úgy hangzik, hogy nisuin. A nisuin pedig azt jelenti, hogy hordozni, cipelni. Hogyha valaki azt hiszi, hogy a házasság arra van, mondjuk Isten által dizájnolva az embernek, hogy boldogok legyünk benne, akkor én hadd mondjam el azt, hogyha veszünk egy boldogtalan lelket, és plusz hozzáadunk egy másik boldogtalan lelket, akkor mi tényleg az egyenlőséggel után azt várjuk, hogy ott akkor lesz egy boldog házasság? Az ember azért házasodik, mert azt hiszi, hogy a maga szerencsétlen boldogtalan mi voltál, hirtelen valaki boldoggá teszi. És azt lessük egy házasság, hogy a másik hogy tesz boldoggá. Nagyon-nagyon téves elképzelésünk van a házasságban.
Inkább mondjam még furcsában ezt a dolgot. Mi van, hogyha úgy gondolnánk el, hogy aránylag boldog vagyok, de annyira boldognak kell lennem, hogy még a koszos zoknik ellenére is meg kell próbálkozni, még a hülyeségei ellenére is meg kell próbálkozni, ugyanis ami a házassággal jön, az egy rakás nehézség lesz, egy lakás ököl kaki is lesz. És én annak ellenére kell megpróbáljak boldog lenni, és nem azok miatt. Ugye? Vagyis ahogy említem, hogy ezen folyamatosan dolgozni kell, ahhoz, hogy ebből legyen valami. És akkor egy kis humoros dologgal hadzárjam ezt a rökke eszmefuttatást. Azt olvassuk a Mózes könyvében, ott mindjárt az elején, teremtés, minden fontos dolog a teremtéstől rendben van, hogy a férfi elhagyja apját és anyját, és lesznek ketten egy testé. Ez tulajdonképpen a házasság. És akkor mi felháborodunk, és azt mondjuk, mi az, hogy a férfi elhagyja? Mi a férfi hagyja? Most már ne csináljuk, a nő szokta elhagyni a saját nevét, és veszi fel a férfiét, a nő szokott menni a férfi után. Szóval nem ismerünk olyan kultúrát igazából, amelyben nem a nő hagyja el azt, ami volt, és megy a férfi után. Hogy lehet egy ilyen sok ezer éves emberi kultúrát desztilláló bölcsességi könyv, szentkönyv, azt mondja a férfi hagyja. Most én a védelmére kelek, és tudják, mi van szó? Én a táborokban folyamatosan látom azt, hogy a lánygyermek a legkisebb kortól készül az anyaságra. A legkisebb kortól. Babusgat, ápol, törődik. És tudják, mi mire készül? Furcsa nagyon. Én nem is tudom megérteni. A házasságra. A kicsi lány gyermek mennyasszonyi ruhát képzel magának, ő bevonul, ő tetszelek, ő erre készül. Én a 10 év alatt, az 50 vagy 60, nem tudom hány tábor alatt, én egy olyan fiúgyermeket nem láttam, aki készült az apasságra. Én egyetlen olyan fiúgyermeket, aki arra készült majd, hogy ő milyen lesz, mikor apa lesz. Én ilyet. Az, ami úgy tűnik, hogy a nőknek egy nagyon mély ösztönszerű adottság, amit gazdagítanak, a férfiaknak nem az. A férfinak nem jön magától, hogy apa legyen. Ezt meg kell tanulni. A férfinak nem jön magától, hogy családért elköteleződjön, felelősséget vállaljon, ezt meg kell tanulni. Ez nem jön magától. Vagyis amikor azt mondja, hogy a férfi hagyja el apját és anyját, csak ekkor lesz kész a házassága. Az apát elhagyni azt jelenti, hogy anyagilag függetlenedni, és nem az apa bankon élni tovább, nem az apa számláján. Felelősséget vállalni azért, hogy az ember képes egy életet létrehozni. Nem a szülők kötelezettségéről beszélek, a szülők irántiról, az nyilván azt más parancsolatok rögzítik. És elhagyni az anyát azt jelenti, hogy érzelmileg leszakadni az anyától, és az új kapcsolat fele fordulni. Mert nem az anyával élek érzelmi kapcsolatban és házasságban. Aki mely férfiben nem történik meg ez a két dolog, a felelősségvállalás, az önállósodás, az apa anyagi forrásaitól, a gondoskodását és az anyának az érzelmi kötődésétől és törődésétől, az a férfi nincs kész a házasságra. Az legfeljebb egy második anyukát fog keresni magának, aki majd egy életen át fogja őt ápolgatni és tutóigatni, és majd létrehozzák azokat a kis porontyokat, akikből megint nevelnek valami ilyen kis valakiket, akik majd megint keresnek egy másik anyukát maguknak. Szóval erről szól, hogy egy férfi vagy el az apját és anyját. És akkor lesznek ketten csak egy testi, akkor vannak készen erre. Köszönöm szépen!